A koronavírus járvány az ingatlan piacot is negatívan befolyásolja, mondják a szakemberek. Az eladásra kínált családi házak, lakások esetében sokszor nem csak a potenciális vevőket, hanem az értékesítési szakembereket sem szívesen engedik be a tulajdonosok, mondta stábunknak az egyik közvetítő cég pécsi irodavezetője. Szilas Pál kiemelte, nagyon rövid idő alatt zuhant mélypontra az érdeklődés. Az elmúlt két hét alatt gyakorlatilag a vevői érdeklődés az a nullával lett ugye egyelőtt, tehát nagyon kevesen hívnak minket is, mint ugye értékesítői szempontból, de a tulajdonosokat is. Azon kívül a tulajdonosok sem engedik be ugye biztonsági szempontból ugye a vevőket, vagy akár az értékesítőket sem. Én úgy gondolom, hogy egy-két hét múlva ez egy picit majd változni fog. Jelenleg már van lehetőség az elektronikus ügyintézésre. Ezzel a módszerrel pedig akár adásvételi szerződések megkötésére is lesz lehetőség személyes kontaktus nélkül, tette hozzá az irodavezető. Az albérletpiacon érezhető, hogy a bérlőket megviseli a gazdaságban okozott hiány. Sok esetben a tulajdonosok elengedik a bérleti díj felét, vagy ritkább esetben a teljes összeget, és csak a rezsijárát kell kifizetnie a lakónak. Mint az egyik pécsi ingatlan közvetítő iroda vezetője stábunknak elmondta, egészségügyi dolgozók, külföldi diákok és külföldről hazaérkezett magyarok keresnek leginkább bérbe vehető lakásokat. Azonban néhány tulajdonos átlagosan 75-80 ezer forint plusz rezsiért szeretné kiadni a jelenleg üresen álló ingatlanát, mondja Lénár Melitta. Ők nagyon az árból még nem akarnak engedni. Lehetséges, hogy majd egy hónap vagy két hónap múlva fognak engedni. Nagyon megkértek a tulajdonosok, hogy informáljuk le az embereket, akik szeretnének bérelni, hogy akár két havi kaució vagy két hónap előre fizetéssel engedik be őket a lakásba. A szakember azt mondja, jelenleg a bérbevehető családi ház a legkeresettebb, vagy az olyan társas, illetve panellakás, amelyeket 50 000 plusz rezsiért vehetnek ki az érdeklődők.